Bizonyára hallottatok róla, hogy néhány nappal ezelőtt Bécsben és több nagyvárosban klímademonstrációt tartottak az utolsó generáció emberei, mellyel utcákat zártak le, megbénítva a közlekedést. A demonstráció legfőbb követelése, hogy az osztrák állam tegyen többet a globális felmelegedés ellen. Több mint 20 ezer ember vett részt a tüntetéseken országszerte. Nagy számban vettek részt azok, akiket közvetlenül érint a klímaválság, például akik a téli sportok szerelmeseit szolgálják ki, a sípályákon dolgozók, hüttetulajdonosok és így tovább. Statisztikailag az év leghidegebb hónapja a január. Azonban, ha a hőmérő hüggönyszálára nézünk, ez az érték napjainkban jóval melegebb. Szilveszter napján például Ausztriában szokatlanul meleg volt, az ország némely részén plusz 20 fokot is mértek. A napokban beszélgettem egy osztrák ismerőssel, aki azt mesélte, hogy 25-30 évvel ezelőtt gyerekként iskola után minden délután síelni mentek októbertől márciusig a közeli sífelvonóhoz, ami mindössze 600 méter magasan fekszik. Az idei évben az említett sífelvonó alig pár napot tudott csak üzemelni. Felhozhatjuk példaként a legmagasabb osztrák hegy a Großglockner lábánál húzódó Pasterze-gleccsert, aminek a felső szakaszán is 3,7 méteres átlagos jégveszteséget mértek a 2022-es évben. Az ezt megelőző években ez az érték sohasem haladta meg az 1,6 méteres jégtakaróvesztést. A tavalyi évben volt pár esős nap, ami akkora vízhozammal járt, hogy a Duna kis hián kilépett a medréből a településünknél. Az átlagos vízmagasság ezen a szakaszon 2,5 méter, azonban ebben az esetben elérte a 6,3 méteres magasságot is. Azt nyilván mindenki belátja, hogy nem természetes jelenség ez a szélsőséges időjárás, ami napjainkban lezajlik. Alsó-Ausztria kormányzója, Joanna Mikl-Leitner kezdeményezése után a demonstrálók szigorúbb büntetése érdekében a gyülekezési törvény valószínűleg módosításra kerül. A közlekedési útvonalak elzárása által okozott emberi életeket fenyegető veszélyek miatt. Azt javasolták, hogy a sürgősségi járműveknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy áthaladjanak az utakon tartott tüntetéseken. Ezt a közigazgatási szabálysértést 6 hétig terjedő szabadságvesztéssel vagy 720 eurós pénzbírsággal büntetik ezentúl. Karni Hammer, szövetségi kancellár megbízta Gerhard Karner belügyminisztert, hogy vizsgálja meg, elegendőek-e a jelenlegi szabályzások, vagy további szigorításokra lesz szükség. Természetesen érthető a kormány reakciója, ami csak eseti tűzoltást jelent, azonban a tüntetések kiváltókára, azaz a klímaválság kezelésére a videó készítéséig nem jelentettek be semmit. Ausztria szerencsére a történtek előtt is tett már lépéseket, például a tavalyi évben emelték a fosszilis üzemanyagok jövedéki adóját és a befolyt összeget a tömegközlekedést előnyben részesítő lakosok támogatására fordították, hogy ezzel is népszerűsítsék azt. Kitérhetünk az ausztriai energetikai mixre is, ami 61%-ban víz, 10%-ban szél és csak elenyésző 15%-ban tartalmaz földgázból előállított elektromos áramot. Szerencsére a hétköznapi ember is sokat tehet a környezetvédelemért, például az ország minden pontján biztosított a szelektív hulladékgyűjtés, ami alsó Ausztriában épp a napokban változott. Ezentúl a fém hulladék is a sárga kukába dobandó. Alternatíva lehet a vegán vagy vegetáriánus étrend is, hiszen az állattartás hatalmas erőforrásokat emészt fel, és káros anyagot bocsájt ki. Valójában minden általunk elfogyasztott étel rejtett környezeti költségekkel jár, köztük a zöldségek és a gyümölcsök is, például szállítás, hűtés, üzemanyag. Valamint a növények és állatok metán kibocsátása is mind hozzájárulnak a légkörű üvegházgázok szaporításához. Gondoljuk meg hát kétszer, mit veszünk meg a boltokban, és kerüljük a műanyag csomagoló anyagokat. Egy szó mint száz, járjunk nyitott szemmel, és vegyük észre, hogy ebből a törékeny világból csak egy van, és próbáljuk meg ne eltékozolni. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!